Átlagban mintegy 60 koronavírus fertőzésre gyanús páciens jelentkezik a Harambasics utcában lévő koronarendelőbe. Lázra, mellkasi fájdalmakra, száraz köhögésre panaszkodnak, de sokaknál hasmenés, hányinger is jelentkezik. Ebben a rendelőben 4 orvos és 4 ápoló vizsgálja a pácienseket. Fiatalok és idősek egyaránt folyamatosan jelentkeznek a szabadkai COVID rendelőbe. Sokan jelentkeztek ugye a láz miatt, mert láz miatt nem fogadják őket a helyi ambulantákba, a kiválasztott orvosaiknál, és ezek a betegek nem mindig ugye gyanúsak COVID betegségre, és ezért nálunk leterhelt az ambulanta, mert őket is tovább kell küldenünk, mert nem áll rendelkezésünkre az ő kezelésük. Az orvosok az eredmények fényében döntenek arról, hogy kórházi ellátásra vagy otthoni izolációba küldik a pácienseket. Nálunk teljes vérképet készítenek, illetve szerológiai vizsgálatot a COVID vírussal kapcsolatban, és mellkasi röntgent. Miután elvégezték a vizsgálatot, hová kerülnek a páciensek? Miután elvégezték a vizsgálatokat, megkapják az eredményeiket, akkor bejönnek hozzánk általános orvosokhoz egy vizsgálatra, és a kapott eredmények alapján folytatjuk tovább ugye a kezelést. A korábbi jelentések szerint 12 személynél regisztráltak koronavírus fertőzést a Szabadkai Gerontológiai Központban. Ezzel kapcsolatban megpróbáltuk elérni az intézmény igazgatóját. Nenád Ivanisevics elmondta, hogy bővebb információkkal miniszteri rendelet alapján nem szolgálhat.